Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna heti gaming hírei. És az első témánk az az NFT, a blockchain, és hogy mi köze van mindennek a videójátékiparhoz. Kezdjük is rögtön azzal, hogy mi a blockchain. Itt a PC Guru oldalán van egy cikk egyébként, ami nagyon jól összefoglalja, szóval hogyha úgy gondolnátok, hogy szeretnétek ti is külön elolvasni, akkor a forrásban megtaláljátok a linket. A blockchain egy elosztott adatbázis, amely helyett, hogy egy központi szerveren tárolódna, egy példányban rendelkezik minden felhasználó gépén, aki azt használja. A gyakorlatban az azt jelenti, hogy míg egy klasszikus banki rendszerben egy vásárlás vagy utalás a bank belső szerverén rögzülne, a blockchain végzett tranzakciók, így például az összes kriptovalutás fizetés és kereskedés az összes blockchainben részvevő felhasználóhoz eljut. Mindenkinél rögzítésre kerül a helyi adatbázisban. Jó esetben megfelelően titkosítva, és így az elosztott hálózat bármelyik résztvevője tudja igazolni, hitelesíteni ezeknek a megvalósítását, aktuális állapotát. Oké? Okay? És akkor mi az NFT? Az NFT, vagyis a Non-Fungible Token, ennek a koncepciónak a kiterjesztése olyan formában, hogy nem csak kriptovalutát, hanem kis túlzással bármilyen digitális tartalmat adhatunk, vehetünk, cserebelélhetünk, úgy, hogy a tranzakciók és az aktuális tulajdonosi jogviszony is mind a blockchainen kerülnek rögzítésre. Elviekben ez lehetőséget nyújt például grafikusok és írók számára is, hogy a digitális alkotásaik tulajdonjogának eladásával közvetlenül jelentős mértékű profitra tegyenek szert. A blockchain elosztásának és elvi hamisíthatatlanságának hála rengetegen látják ebben a jövőt, hogy egy szép napon majd lényegében minden értékkel rendelkező digitális tulajdonunk gyakorlatilag NFT lesz, függetlenedve a nagy szervezetektől, cégektől és kiadóktól. Itt jön az ilyen videójátékokban való gyakorolt hatása. Játéktól függetlenül különböző játékok között átörökíthető valuták, egyedi tárgyak, skinek, lényegében egy digitális szabadpiacot, melyen a tulajdon akkor is létezhet, akkor is a tiéd marad, ha esetleg egyes kiadók, szerverek, játékok lehúzzák a rolót. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha megveszel valamit a játékban valódi pénzért, az te ténylegesen annak a tulajdonosa vagy, szóval az NFT-vel igazolják, hogy te neked ez megvan, és örök időkre megvan neked, még akkor is, hogyha a cég megszűnik létezni. Ez nagyon jól hangzik, illetve van egy olyan aspektusa is, hogy esetlegesen átviheted másik játékba, hogyha, mit tudom én, vegyük a kódot például, hogyha az egyik kódba megveszel egy skint, lehet, hogy tovább tudod vinni a másik kódba a skint. De ebben az esetben még ilyenek nincsenek, ha jól tudom, a kódban még nincsenek, de vannak NFT-s játékok, amikben ha megveszed az egyik cuccot ott, akkor a másikban is ugyanúgy tudod használni. Szóval mi is ezzel az egésszel a probléma? A probléma igazából onnan kezdődik, hogy nagyon jó, hogy neked megvan az a skin, de mi van akkor, hogy megszűnik a cég, megszűnik a játék, megszűnik jóformán minden ezzel kapcsolatban, vagy talán a játék még nem, és tudod használni, de nincsenek már szerverei, de vegyünk egy ilyen nagyon negatív szempontot, hogy minden megszűnik jóformán. Akkor mi történik a te skineddel jóformán? Mi van vele? Hát igazából ez egy ilyen kód marad neked, hogy oké, neked ez így megvan, az értéke az merőben lezuhan, mert már nagyon sokan nem használják, meg nem is tudják használni, így igazából csak egy sor marad egy adatbázisban. Illetve a másik igen nagy probléma ezzel az NFT-vel az az, hogy mesterségesen, mint minden ilyen értéket, hogyha emberek veszik, akkor felmegy az ára. És itt nem csak azt kell nézni, hogy oké, hát érdeklődés van rá, hogyha kell sok embernek, akkor persze, hogy megy fel az ára. Nem, itt emberek szándékosan felviszik az árát, hogy el tudják adni. Szóval valójában nem akarnak pénzt keresni rajta, hanem csak értékét akarják hamisítani, hogy később valakit behúzzanak a csőbe. Szóval jóformán ez olyan, mint hogyha elmennétek a utcára, azt vennétek egy Rolex aranyozott órát, ami mindannyian tudjuk, hogy nem egy Rolex aranyozott óra, és az értéke az nem annyi, amennyit te fizetsz érte az utcán. Illetve ez az ilyen, ahogy írja itt a PC Guru oldalán, keresd pénzt szórakozások. Ugye van egy ilyen belépési díja jóformán, vagy valamilyen formában el kell kezdened ezt az egész NFT-s pénzkereséses dolgot, mindenképp pénzbe fog kerülni az elején. És mi van akkor, hogyha az érdeklődés megszűnik? Mi van akkor, hogyha már senkit nem érdekel jóformán, utána beléptél ebbe a körforgásba, de igazából már senkit nem érdekel az egész, és most te küzdesz azért, hogy a pénzt, amit befektettél,
azt igazából visszakapd, vagy legalábbis valamennyi részét visszakapd, hogy ne totálisan veszteségesen jöjjél ki belőle. Ilyen is előfordulhat, ez is egy negatív aspektusa az egésznek. Még ami negatív aspektusa az egésznek, hát igazából a belegondoltak, ez az egész, amit ez az NFT, ez a blockchain, ez így mind, számítógépekkel megy. Itt van mellettem egyébként a számítógépem. Nem mozgatom, mert akkor benne lesz a szoba a felvételben. Szóval mindegy, számítógépeken fut ez az egész. Ugye rengeteg számítógépen, mivel egyre több erőforrás kell hozzá, hogy ezt tudják csinálni, ezért egyre több áram kell hozzá, hogy azokat az erős vasakat jóformán meghajtsák, ami azért probléma, mert zöld életre, az ökológiai lábnyom csökkentésére kéne törekednünk jelenleg a globális felmelegedés, meg az egész mizéria miatt, és hát ez jóformán igencsak hozzáadódik az energiafogyasztásunkhoz. Mivel nincs ilyen központi személy, aki ezt így végezze, hogyha bármilyen probléma merül fel, mondjuk visszaélés történik, vagy átvernek téged, akkor kihez fordulsz? És vajon a jelenleg ultrabiztosnak és 100%-osan feltörhetetlennek tűnő NFT-k, blockchain-ek 5-10 év múlva is ugyanilyen biztonságosak és feltörhetetlenek lesznek? Szóval ezek a negatív részei az NFT-nek, a blockchain-nek. Hogyha érdekel titeket részletesebben, mert eléggé csak összefoglaltam az egész cikket, és egy nagyon szépen megvan írva a PC Guru oldalán, illetve ennek lesz egy folytatásos cikkje is. Szóval nézzetek el a PC Guru oldalára, hogyha érdekelne titeket, a forrásban megtaláljátok ezt a linket. Illetve írjátok le a komment szekcióba, hogy mit gondoltok ti is az NFT-ről, meg a blockchain-ről, meg a videójátékiparban gyakorolt hatásukról. Viszont haladjunk is tovább, mert ez már így is azért viszonylag egy hosszú videó lesz. Mostantól ingyenes a PUBG. Én játszottam is vele, vannak is benne csalók már most, de legalább ingyen játszhattok vele, ha más nem is. Erről sok mindent nem lehet mondani még. Maximum azt, hogy egyébként negatív hullámvölgy indult el most a Steam oldalán a PUBG-nak, ami teljesen megérthető, mert valaki pénzt fizetett érte, pénzt fizetett azért, hogy játszhasson a játékért. Nem azért, hogy az ingyenes vagy nem ingyenes, hanem hogy a fizetős Battle Pass-t, meg skineket, meg ilyen-olyan szírszart megkapjon a játékban, hanem hogy játszhasson a játékkal, és érthető módon sokan fel vannak háborodva, hogy megvették a játékot, és erre ennyien van most már. És ha már az ingyenes játékoknál, de az ilyen újonnan kijött játékoknál, a kijövő játékoknál tartunk, kim van a God of War játéka, ami egyébként nagyon pozitív értékeléseket kapott, én amennyire láttam, én is játszottam a játékkal, szerintem nagyon szépen fut, mondjuk nekem elég erős gépem van, viszont elméletileg elegendő hozzá egy 1060-as, hogy viszonylag azért rendben grafikán és megfelelő sebességen tudjál vele játszani. Szóval ja, nézzetek utána, hát ha érdekel titeket. És ha már a kiadásoknál tartunk egyébként, akkor 2 hét múlva, ez már 4-et jelez, jó? Akkor 2 hét múlva jön a Dying Light 2, amit én kifejezetten várok egyébként. Nem tudom, hogy lesz-e videó a csatornán belőle, nem tudom, hogy megveszem-e rögtön, ahogy kijön a játék. Én elsősorban megvárnám a kritikákat, mert nagyon nagyokat ígér a játék. Nagyon-nagyon nagyokat ígérnek a készítők. És utoljára, amikor nagyon nagyokat ígértek a készítők, akkor nem jött be. Ez a Cyberpunk 2077, vagy egyébként a Watch Dogs esetében is mondhatnánk. Én megvárom, hogy mit mondanak a független sajtó, mit mond erről a játékról, és utána, hogyha van lehetőségem rá, akkor előtte kipróbálnám úgy, hogyha feltörték, vagy ingyenesen kipróbálhatom mondjuk egy barát segítségével, egy néző segítségével, valaki segítségével szeretném, hogy ingyenesen kipróbálni, mert ha valami jó játék, az nem biztos, hogy nekem is tetszik. Tehát, hogy a Dying Light 1 azt játszottam vele, de nem vittem túl messzire, nem volt elég nekem a nem is tudom, nem tudom megfogalmazni feltétlenül, mi volt a bajom a Dying Light 1-gel. Szerintem egy nagyon jó játék. Nekem személy szerint, engem nem kötött le valamiért. A kettőben viszont ez a világra gyakorolt hatásod, a döntéseid számítanak. Ez már szerintem olyan, ami engem vinni fog előre, hogy oké, akkor itt szeretném látni, hogy mit tudok még csinálni. Oké, és a további ilyen megjelenéseknél, távolabbi megjelenéseknél tartunk, jövőre jön lehetséges, hogy jövőre jön a
Kotor, a Knights of the Old Republic remake-je, ami nagyon-nagyon kedvenc játékom. Megpróbáltam játszani vele Windows 10-en, megmondom nektek őszintén, nem jött össze, tehát nem akart elindulni a játék, obvious okok miatt, egyértelmű okok, nagyon régi a játék már ahhoz, hogy fusson, telefonon viszont játszottam vele, képzeljétek el. Ezt a játékot, ha egy picit is megfogja, ha el tudsz tekinteni a harcrendszerétől, remélhetőleg nem hallottál még róla spoilert, akkor ezt a játékot mindenképp ajánlom a figyelmetekbe, mert a történet az ilyen. Ha a Star Wars egy picit is érdekel, ennek olyan története van, én megmondom nektek őszintén, az összes Star Wars történet közül nekem ez tetszett a legjobban. Nekem ez volt a kedvencem. Pláne, hogy egyébként részesei vagyunk a történetnek, nem csak nézzük kívülről. És akkor gyors hírünk, tudjátok, a Riot Games-nél vannak ilyen drámázások, ilyen kis problémázások, amit így őszintén megmondom, nem is értem miért, csak figyeljenek oda a vezetőség, hogy ne legyen ilyen, mindegy. Szóval, hogyha valaki úgy gondolja, hogy fel szeretne mondani, mert nem érzi jól magát a Riot Games-nél, a Riot Games most lehetőséget ad arra, hogy egy picit, hogyan fogalmazzak, egy picit, nem is egy picit, mert az éves fizetésük 25%-át megkapja, ami 4 hónapnyi fizetés, ha azt vesszük, a fenéket nem, 3. Szóval, ha azt vesszük, igazából elég jó feltételek mellett ott tudják hagyni a céget, hogyha nem szeretnének tovább ott dolgozni. És tudnak keresni addig más munkát, abban az időben, ameddig ez a fizetés kitart jóformán. Ez szerintem egy jó lépés, de komolyan, oldjuk már meg, ne legyen már szexizmus, meg diszkrimináció, meg ilyen-olyan szírszar. Unjuk már meg, légy szíves. Tehát annyi más dolog van, amivel lehetne foglalkozni emberek. Miért kell piszkálni a másikat bármilyen oknál fogva? Például lehetne foglalkozni a Pokémon Go-val, csak ne a közben, amiközben szolgálatba vagy. Kirúgtak 2 rendőrt, mert a bűn helyett a Pokémon Go-t üldözték. Szóval, Louis és Eric párosát a szolgálati járművekbe szerelt videórendszer buktatta le, melynek felvételei alapján alig pár perccel egy rablás bejelentést követően a 2 rendőr ahelyett, hogy a hívásra válaszolt volna, egy hirtelen felbukkanó Snorlax nyomába eredt. Wow! Melynek elfogását egy togetik levadászása követte. Tagadták a vádakat és állították, hogy csupán beszélgettek a játékról, de a felvételek gyorsan rájuk cáfoltak és a kirúgásokat eredményezték. Oh. Képzeljétek már el az egész szituációt, hogy még tagadod is. Lebuksz és még tagadod is. És rendőrök vagytok, tehát lehet, hogy egy élet múlik rajtatok. Mindegy. Ennél már csak az a butaságabb dolog egyébként, hogy valakit azért bannolnak a Twitch-en, mert Death Note-ot néz. Mi ez a TV mánia jelenleg a Twitch-en? Hogy van képük azt gondolni, hogy nekik joguk van levetíteni bármilyen műsort a Twitch-en? Zenét nem hallgathatunk a Twitch-en, vagy hát csak egy részét, de hogy így, az emberek idióták. Szóval, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, osszátok meg, ha úgy érzitek, van olyan információ benne, ami bárki más ismerősötöket is érdekelné, illetve írjátok le a komment szekcióba, hogyha van bármi hozzászólásotok az adott témához. Mindenképp nézzetek el a PC Guru oldalára, a GameStar oldalára és a GamePod oldalára, mert onnan vannak ezek a hírek, a forrásban megjelöltem az összes cikket, hogyha bármelyiket szeretnétek tovább olvasni, vagy részletesebben elolvasni, vagy bármilyen plusz információt onnan megszerezni. Én Attila voltam, ez pedig a GameHolom csatorna heti gaming hírei. Sziasztok!